ünnepélyes keretek között átadták az SRF Factory új székesfehérvári üzemét. A Levendula utcai létesítmény megnyitóján Mészáros Attila alpolgármester megnyitó beszédében örömének adott hangot, hogy olyan megoldás született, amely lehetővé teszi, hogy a hulladék összegyűjtése és feldolgozása után újrahasznosított fűtőanyag kerüljön kialakításra, és így csökkenjen a károsanyag kibocsátás is. Egy ekkora iparvárosban nagyon fontos, hogy minél több olyan környezethatékony beruházás valósuljon meg, amellyel a károsanyag kibocsátást tudjuk csökkenteni. Ennek ez egy ilyen példája, úgyhogy hálásan köszönöm az ulasz tulajdonosoknak, annak, hogy itt Székesfehérváron fektetnek be, és ezt a gyártósort itt alakítják ki, és azt is, hogy nagyban segítik a közszolgáltató cégünket abban, hogy a helyi hulladékot feldolgozzák, és abból aztán végül energia lesz. Az olaszországi cég magyarországi ügyvezetője Bertolo Nicola Giuseppe köszöntőjében hangsúlyozta, egy olyan gyártósort alakítottak ki, amely nagyban segíti a közszolgálati cégeket is abban, hogy a helyi hulladékot feldolgozzák, és abból végül energia legyen. Mindenképpen mi azt fogunk csinálni, hogy nem engedünk meg, hogy lerakóba menjen a hulladék, semmiképpen. Mi megpróbáljunk csinálni mindenből egy újrahasznosítás, és ilyen termeket fogunk termelni, mert ez egy termék, ez már nem hulladék, ami nagyon magas a biomassa tartalmú, és nagyon alacsony a CO2 kvóta. Így mondjuk, hogy egy kicsit megvédünk is a levegő, meg a természet, ami itt van Férváron. Az avató résztvevői megerősítették, az új beruházás ismét egy komoly lépés ahhoz, hogy városunk Magyarország egyik fontos ipari központja az új technológia alkalmazásával továbbra is növelje versenyképességét.